Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit közöl veled, vagy mit szeretne közölni veled? Ezt megtekintjük most ennél a három kérdőjeles jóslásnál. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ez a felső kártya, ez a férfi ezen a fehér lovon adja meg rá a választ, hiszen ez a férfi őt jelképezi. A kezében van ez az arany kehely, és az utal a víz elemére, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Amit ő tervez, hogy kezébe veszi a dolgokat, azt szeretné, hogy előre menjenek az események akadályok nélkül, és kimutatja az érzelmeit. Vagy megajándékoz téged, és ez az érzelmekre utal. A következő kártya szintén erre utal, és mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ezen a képen láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz. Ő úgy érzi, és így tervezi, ha ő most nyitott érzelmekről beszélni, akkor meg lesz kettőtök között ez a harmónia, amit ez a hölgy mutat a képen. Az arany korsó utal a napra, ez egy férfias energia, az ezüst korsó pedig utal a holdra, és ez egy nőies energia. Itt megvan a harmónia, itt megvan az egyhang, és szeretne veled találkozni. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mit közöl veled, én is szeretnék valamit mondani, megrendelhető nálam egy személyes jóslás, álnéven a díjam 3500 forint, az információkat ott lent az infoboxban megtaláljátok. És most megtekintjük a harmadik kártyát. Ő aktív lesz, kezébe veszi ezt a kardot. Ez a kard utal döntésekre. Ő fontos döntéseket fog hozni, vagy elvárja tőled, hogy te hozz döntéseket. Amire ez a kard még utal, ez a levegő eleme, tehát a kommunikációra. Ő szeretne közeledni hozzád, szeretne érzelmekről beszélni. És most megtekintjük a következő kártyát, és az utalhat arra, hogy mi a megoldás, vagy mire kellene odafigyelned. Ezen a képen láthatunk egy uralkodót. Az lehet, hogy valaki uralkodik felette és parancsolgat neki, így ebben az esetben is kezébe veszi ezt a kardot, védi magát, döntéseket hoz, és átteszi magát a félelmeken, kimondja azt, amit akar. De itt másokról van szó az ő környezetében. Amit még ez az uralkodó jelenthet, és ez vonatkozik mindkettőtökre, uralkodjatok a gondolataitok felett, uralkodjatok az érzelmeitek felett, uralkodjatok a helyzetek felett, és vegyétek kezetekbe a dolgokat, hogy előre menjenek az események. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!